Amikor kollégáim felkértek, hogy tartsak előadást, akkor először nem is értettem, hogy egy ilyen konferencia sorozaton mi lehet az, amit én el tudnék mondani. Majd elkezdtem gondolkozni, végül is egy moziba fogunk jönni. Melyik? Oké. És így találtam meg ezt a címet, Bilincs és Mosoly címmel. Bizonyára mindenki számára ismerős Paul Newman, karizmatikus színész, akinek egyik legfelemelőbb alkotása vagy alakítása volt a Bilincs és Mosoly, ami egy fegyenctelepen játszódik, és talán kifejezi ez is azt a küzdelmet, amit mi folytatunk egy zárt környezetben, ahol hely kell állni, és az ügyfeleik rendelkezésére. Paul Newmanről azonban tudni kell, hogy nem csak egy jeles színész volt, hanem az USA egyik legnagyobb autóversenyzője is. Nem tudom, hogy ez ki számára ismerős, én fölteszem a kezemet, mert Paul Newman a Datsun Nissan márkának volt a gyári versenyzője, számos nagyszerű sikert ért el, és talán ez az asszociációs továbbvezetés is arra mutat, ugye, hogy az autó, hogy ez a szakág is ugye zárt pályán történik, meghatározott útvonalon, erőteljes szabályok közé kényszerítve, és a bírók által is megítélve, zárójel adatközpontoknál ez nagyon sok esetben a külső és belső auditorokat jelenti. Ezzel szemben áll, és akkor ez volt a Bilincs, az a Mosoly, hogy mindezt egy versenytechnikával felvértezve, gyorsan, elhivatottan, és természetesen a kihívás örömével együtt, ami minden egyes győzelemnél nagyon fontos számunkra. Aztán megnéztem a programfüzetet. Virtuális környezet, cloud biztonság, biztonságos tárolás, adatbázis védelem. Hogy kerül ez ide az asztalra, amikor én egy sokkal inkább energetikai szakember vagyok, mint az IT világban jártas ember, úgyhogy feltettem magamnak a kérdést, talán önöket is érdekli, hogy merre van a bejárat. A téma feldolgozásához, híven ahhoz, hogy egy biztonsági ügyről beszélünk, a NATO-nak a módszertanát vettem elő, amely a biztonsági vagy védelmi feladatokat négy részre osztja, személyi védelemre, fizikai védelemre, dokumentumvédelemre és az elhárításra. Azt hiszem, hogy itt a IT biztonsági napok kapcsán a dokumentumvédelem és az elhárítás az, amire igazából fókuszálunk, és az előadások 90-95%-a erről szól, úgyhogy én itt egyedüliként érzem magam, aki kicsit a fizikai védelemről és a személyi védelemről próbál beszélni. Tehát az ábrát értelmezve, az információvédelem az egy részhalmaza a személyi, fizikai dokumentumvédelemnek és elhárításnak, amin belül van az informatikai védelem, ennek az alsó szekciója dokumentumvédelem és elhárítás, az elektronikus információvédelem, és akkor így értettem meg kollégáim felhívását, hogyha az informatikai védelemről beszélünk, legalább egy előadás erejéig érdemes beszélni az informatikai védelem fizikai és személyi oldalairól is. A kép, amit látnak, az az adatközpontunknak az adatközpontunkban készült, és itt látható, hogy igazából, mint egy börtönben, úgy sorakoznak egymás mellett ezek a rácsos területek, és ezen belül állnak vigyázba a rekkek és a szerverek, miközben nagyon boldogak, hiszen a folyamatos energia ellátás és hűtés rendelkezésre áll. Tehát ez mutatja meg, hogy honnan került az előadás elejére Paul Newman képe. Az adatközpont azonban nem csak egy biztonsági létesítmény, hanem a legfontosabb feladata az energiaellátás, tehát egy energetikai létesítményt látok az adatközpontban. És így egy olyan gondolatmenetet szeretnék önökkel megosztani, amit Magyarországon régóta képviselek és mindenhol megpróbálok elmondani, hogy számomra az adatközpont az energia és adattranszfernek a helyszíne. Mi volt ezelőtt 20 évvel?
Az erőművekben megtermeltük a villamos energiát, ez az elosztó hálózatokon keresztül elérkezett ahhoz az eszközhöz, IT eszközhöz, ahol az energia adattranszfer végrehajtódott. Ugye ezek kis szigetrendszerek voltak, az IT védelem, IT biztonság kérdésköre természetesen akkor ebben az időszakban ugye kevésbé játszott fontos szerepet. Napjainkban ez a trend ez átalakult. Magyarországon 2000-ben kezdték el építeni azt az adatközpontot, amelyet én képviselek. Ez volt az első ilyen típusú adatközponti létesítmény, és ezt a mai nappal jellemezhető trendet mutatja, amikor létrejön egy olyan speciális céllétesítmény, ahol az energiából az adat megszületik, majd utána az adathálózatokon, fizikai, mobil adathálózatokon ez eljut a végfelhasználókig. Bizonyára sokak előtt ismerős az a trend is, amely a jövőt, a jelenben már létező jövőt mutatja. Például Európában is, Finnországban, Svédországban Google, Facebook adat erőműveiről biztos hallottak, ahol teljes integrált rendszerben történik meg az energia előállítása, az ehhez szükséges gépészeti rendszerek mindenféle innovatív technológiákkal. Itt speciális célrendszerekben konvertálják az energiát adattá, majd a különböző adatátviteli hálózatokon lényegében ettől a ponttól kezdve a villamosenergia ellátó rendszereket kikerülve érkezik a felhasználókhoz. Ez egyre fontosabbá teszi az IT védelemnek a területét, és akkor itt utalnék vissza, így érthető, hogy ennek a szekciónak is miért ez a két jel a megnevezése. Az energetikai biztonság lényegében nálunk a technológiai rendelkezésre állásban testesül meg. A technológiai rendelkezésre állást, mint sok más telekommunikációs részrendszernél nálunk is TIR skálával mérik. Nem tudom, hallottak-e róla, hogy milyen skálázási módszertana van az adatközpontoknak. Ez az Uptime Institute, egy amerikai intézmény fejlesztette ki. 4 szintre osztható. A TIR 1-es szint lényegében egy szerverszoba, amely már egy szünetmentes védelemmel is rendelkezik. Elnézést, aki a témában jártasabb, itt kicsit zanzásítva fogom elmondani, és azt hiszem nagyon közérthetően. A TIR 2-es, amely a villamosenergia ellátó hálózatról leválva képes ellátni feladatát, tehát generátor van a rendszer mögött. A TIR 3-as, amelyik úgy készül el, hogy mindezeket tudja, viszont leállásmentesen karbantartható a rendszer, tehát a villamosenergia ellátást az IT eszközök mögül nem szükséges elvenni ahhoz, hogy a karbantartást végre tudjuk hajtani. A TIR 4-es pedig egy olyan rendszer, amelyik minden hiba esetén működőképes marad. Hát ilyen adatközpontot egyre kevesebbet látunk a világban, hiszen ezzel egy teljesen ellentétes elvárásokat fogalmaznak meg a ügyfeleink. Egyrészt ugye a hatékonyság kérdésköre, ez a Power Usage Effectiveness nevű mutatóban szokott megtestesülni, és nagyon extrém példákat is lehet hallani. Ez a mutató arról szól, hogy 1 kilovattnyi IT teljesítményhez mennyi teljesítmény villamosenergia szükséges, hogy a gépészeti rendszerekkel a szerverek által termelt hőt el tudjuk vezetni. Ez a mutató egy kisebb szerverteremben 2-2 fél körül tud alakulni, tehát azt tudom mondani, hogy ez egy iparági átlag most Magyarországon. Ezzel szemben, amikor megjelenik mondjuk a Facebook Luleali új adatközpontjáról, adaterőművéről a hír, 1,07 ez a szám. Tehát lényegében 1 kilovattnyi IT energiához 0,07%-nyi szükséges összesen. Hát hogy tudják ezt megvalósítani? Iszonyatos kihasználtsággal, erre a célra szolgáló saját technológiával,
a hűtés helyett csak egy szellőztető rendszernek az alkalmazásával. És bizony a tírfokozatban úgymond egy alacsonyabb tírfokozatot választanak, hiszen a világ különböző tájain vagy különböző egységein hoznak létre ilyen adaterőműveket, és hogyha az egyik valamilyen technológiai hiba miatt megáll, akkor a világ egy teljesen más tájáról tudjuk ezeket a szolgáltatásokat elérni. A másik ilyen tényező a kihasználtság. Természetesen látva a mi adatközpontunkat, beköltözött az első ügyfél, hozott 10 darab racket, ott állt 8000 négyzetméter. Na most az egy ügyfél első PU-ja az körülbelül 1 millió volt, hiszen az összes az adatközpont méretének megfelelő eszköz, gépészeti rendszert be kellett ahhoz üzemelni, hogy ezt a néhány ügyfelet el tudjuk látni. Tehát a kihasználtság szintén egy olyan tényező, amelyik a technológiai rendelkezésre állással ellentétesen hat. És természetesen itt van a szolgáltatási díjnak a kérdése. A mi adatközpontunkban teljesen egyértelmű, hogy az ügyfelek ugye a szolgáltatási díj csökkentését szeretnék folyamatosan, és a másik oldalon pedig egy folyamatos rendelkezésre állást, tehát ez az örök harc az ügyfelekkel, ez ránk is jellemző. És természetesen ugye a zöld IT-nak a kérdése, az folyamatosan napirenden van ebből a szempontból is. Már ennyit beszéltem az adatközpontunkról, amiről szintén itt látnak egy képet, szerintem teljesen hasonlít egy börtönre. El szeretném mondani önöknek, hogy mi az a létesítmény, amelyet üzemeltetünk. A T-Systems adatközpontja jelenleg 14.400 négyzetméteres. Ez 10 évvel ezelőtt és máig is Közép-Európa legnagyobb adatközpontja, de ahogy említettem, a legnagyobb adaterőművek most már 10-15-ször nagyobb területen vannak. Kínában már olyat is hallani, ami 600-szor nagyobb lesz, mint a mi adatközpontunk. Elképzelhetetlen mennyiségű adat. Ez a 14.400 négyzetméter különben két focipálya nagyságú, és ezen a területen 22,5 megawatt kapacitás kiadására vagyunk képesek. 22,5 megawatt, 50 ezer háztartás. 50 ezer háztartás a Székesfehérvárnak a lakossági ellátására elegendő mennyiség, és ez az egyetlen létesítmény Magyarország 0,3-0,4%-át elfogyasztja a teljes magyarországi villamosenergia ellátásnak. De az adatközponti ipar maga egy nagyon jelentős fogyasztó. Az Európai Unió külön direktívát hozott most már létre az adatközpontok energiahatékonysági javítására, hiszen itt két ellentétes érdek, vagy két ellentétes tendencia figyelhető meg. Az adatközpontok önmagukban vett hatékonysága miatt érdemes koncentrálni az IT eszközöket, miközben az összkibocsátásuk egyre nő, 2017-re az Európai Unió teljes energiafogyasztásának 2-2,5%-a az adatközpontokban fog koncentrálódni. 14.400 négyzetméterből 10.000 négyzetméternyi az, ami álpadlóval fedett, ez nagyjából 25.000 rekszekrény elhelyezésére ad lehetőséget. Na most vállalkozásokat vagy a magyarországi vállalatokat figyelve, saját T-Systems rendszereit is ide véve, mondjuk egy olyan vállalat, mint a miénk, Magyarország első 10 IT vállalatából, sőt, ebből a szempontból talán a legnagyobb IT vállalat, körülbelül 70 négyzetméteren elfér a teljes vállalati működtetéshez szükséges IT. Innen látják, hogy ez az adatközpont meglehetősen túlméretezett Magyarországon. Itt ragadnám meg azt a lehetőséget, és nem tudom, hogy az előadás előtt talán ezért távoztak többen a hallgatóságból, hogy a következő két napban, akik szeretnének megismerkedni adatközpontunkkal, folyamatosan túrákat szervezünk, fel lehet iratkozni, és ha esetleg többen lennének, mint ahányan beférnek ezekre a túrákra, 20 fős csoportokban tudjuk ezt biztosítani, akkor lehetőséget biztosítunk a következőkben is, hogy megismerjék ezt a létesítményt. Emiatt a fizikai részleteiről én most nem fogok beszélni, legyen annyi fontos, hogy alapvető infrastruktúra szolgáltatásokkal foglalkozunk, így a villamosenergiaellátás, hűtés, tűzérzékelés, oltás és maga a fizikai biztonság.
A szolgáltatási szintünk az úgynevezett 5-9-es, ez azt jelenti, hogy 99,99%-ot vállalunk szerződéseinkben, hogy a rendszerek folyamatosan az önök rendelkezésére állnak, működőképesek, és lehet foglalkozni az IT-biztonság elektronikus védelmi feladataival. Azonban amióta az adatközpont működik, 2002 óta meghibásodásból eredő leállás nélkül látja el tevékenységét, szolgáltatási kötbér fizetésére nem került sor. Erre magam is nagyon büszke vagyok, és kollégáim munkájának is köszönhető. Nem tudom, hogy bekiabálnak-e néhány becslést, hogy ezt az adatközpontot hány kollégával lehet üzemeltetni. 100-at hallottam, 5, 10, ott a jó megoldás, 15 kollégával tudjuk működtetni az adatközpontot, ebbe beleértendő a 0-24 órás rendelkezésre állás, gépészeti és villamos rendelkezésre állásnak a folyamatos felügyelete, ezt 10 kollégával plusz egy vezetővel lehet ellátni, és a teljes egyéb kiszolgáló tevékenységet ehhez biztosítani tudjuk. Természetesen a 15 kollégában nem értendő bele az a fizikai védelmi személyzet, amit egy külső szolgáltató biztosít számunkra. Így azt hiszem, hogy ebből a szempontból nagyon hatékonyan tudjuk kiszolgálni azt a több mint 80 nagyvállalati ügyfelet, aki az adatközpont szolgáltatásait igénybe veszi, és a 80 ügyfélbe értendő bele az a jó néhány úgynevezett hosting vagy cloud szolgáltató, akinek ebből a szempontból nagy kereskedelmi tevékenységet nyújtunk, és a saját rendszereink keresztül több ezer ügyfél, és most itt az előadásra várva végig gondoltam, hogy talán az adatközpontunkban nincs olyan magyar állampolgár, akinek valamilyen módon ne lenne köze ehhez a létesítményhez. Akárhogy információit tárolja valamelyik cég számlakapcsolatokhoz, akár valamilyen szolgáltatást innen vesz igénybe, én azt gondolom, hogy ezzel a létesítménnyel mindenki kapcsolatban áll. Ami még nagyon fontos, és a múltunkból fakad, hogy 33 különböző telekommunikációs szolgáltató is elérhető a létesítménybe, ebből a szempontból teljesen szabad a választás, és a legmegfelelőbb szolgáltatást tudják nálunk igénybe venni. Az adatközpont féllábú óriás lenne távközlési szolgáltatások elérése nélkül. A T-Systems adatait írtuk föl, 140 gigabit per szekundum belföldi és 90 gigabit per szekundum nemzetközi sávszélesség. És hát a nagy szolgáltatókhoz, nagy nemzetközi vállalatokhoz képest kicsit más méretekben, de további adatközponti helyszíneket is biztosítunk mi is a georedundáns szolgáltatások igénybevételéhez. Nem állhatom meg, hogy ne beszéljek önöknek az energiamenedzsment rendszerről, amit az adatközpontunkban felépítettünk. Kicsit a végéről fogom kezdeni. A teljes működésünket az ISO szabványok köré szervezzük. Azt hiszem, hogy a minőségirányítási rendszer és az információ biztonsági rendszer kialakítása az önmagáért beszél. A környezet iránti elkötelezettségünk a 14001-es rendszernek a bevezetése, az pedig alapvető fontosságú és egy vezetői elhatározás. Szintén ilyen az ISO 50001-es energiairányítási rendszer, amelyet elsőként vezettünk be Magyarországon, és ezt nem csak azért, hogy ezt önöknek bemutassam, mint egy megkülönböztető tényezőt, hanem a teljes adatközponti infrastruktúrát e köré szervezzük. Ezt a folyamatot 2010-ben kezdtük meg, amikor az épületfelügyeleti rendszerünket kibővítettük, 17 ezer műszaki technológiai végpontunk mellé 17 ezer ügyfélmérési pontot is telepítettünk. Ezzel például ez a rendszer 4-5-ször nagyobb információ mennyiséget szolgáltat, mint a Paksi Atomerőműnek a teljes hasonló rendszere. Itt a kollégákkal vitatkoztam, hogy jó vagy nem, és információ biztonsági szempontból helyes vagy nem, de ez abszolút szigetrendszerben működik az épületben, ezt megpróbáljuk teljesen elkülönülten kezelni. Erre a rendszerre építve, amit 2011-ben építettünk, egy 3 éves energiahatékonysági modernizációs, infrastruktúra modernizációs programot indítottunk el, ennek az értéke 1 milliárd forint, a jövő év közepére végezzük, és itt nagyon hasonló problémákkal küzdünk, mint önök közül nagyon sokan
biztosan nagyon sokan az IT rendszerek tekintetében, úgy kell végrehajtanunk ezt a teljes modernizációs programot, hogy közben az adatközpont szolgáltatásai rendelkezésre álljanak, semmiféle szolgáltatási szint sértés ne következhessen be. A programunk elismeréseként nagyon büszke vagyok rá, hogy az energiahatékonyság napján, március 6-án parlamentben energiahatékony vállalatdíjat vehettünk át. Ezt minden évben 5 intézmény vállalat részére osztják ki Magyarországon. A fizikai rendelkezésre állásunkat, ahogy előbb említettem, ugye ez a TIR minősítés, az adatközpontunk TIR 3-as minősítésnek felel meg, ez azt jelenti, hogy leállásmentesen tudjuk biztosítani a karbantartást, és a 2000-es években, akik tervezték, azokat a kollégákat dicsérje, hogy most a modernizációs program során tudjuk ezt kihasználni, tehát az N plusz 1 rendszerekből mindig azt a plusz 1 rendszert tudjuk folyamatosan cserélni, és így tudjuk a teljes adatközpontot modernizálni. Most lehet, hogy néhányan nevetni fognak, de a 17 000 ügyfél mérési pontnak a megvalósításával lényegében ki tudtuk alakítani azt, hogy minden ügyfelünk annyit fizessen, amennyit fogyaszt. Ugye ez a cloud technológiákra egy nagyon hajazó gondolkodás volt, annyit fizetsz, amennyit használsz, úgyhogy ezt elkezdtük energia cloud modellnek nevezni, úgyhogy ha valaki ilyet hall, akkor arra gondoljon nálunk, hogy az energia fogyasztásával arányos bérleti díjat számítanánk fel a szolgáltatásaiért. Térjünk vissza egy picit a fizikai biztonságra, és itt lényegében ez a slide szólna az ügyfél élményről. Hogyha egy vállalat eldönti, hogy adatközpontba helyezi ki a szolgáltatásaikat, akkor a fő gondolkodási elem, hogy az ő belső rezsimeit leváltja, vagy kiegészíti különböző SLA alapú szolgáltatásokkal. Mi természetesen azt mondjuk, hogy az a kiépített biztonsági rendszer, amivel mi szolgáltatásokat nyújtunk, az egy nagyon egyszerű, szerződésben megfogalmazható, SLA alapú elvárásokat tud velünk szemben támasztani az ügyfél, és így a belső rezsimjeinek a kialakítására jóval kevesebb, belső rezsimjeinek a kialakításához jó néhány inputot tud adni az a szolgáltatás csomag, amit mi kínálunk. Viszont ez a bilincs és mosolyhoz vezet vissza, a normák betartása, és elnézést kérek, itt szétesett talán a szlájd, az élhető hétköznapok vannak oda felírva, tehát a normák betartása és az élhető hétköznapok ellentétét próbálja meg feloldani. Én azt gondolom, hogy azok az ügyfeleink, akik az adatközpontunkban hosszú távon szolgáltatást vesznek igénybe, találkoznak azzal, hogy megpróbáljuk ezt a végletekig leegyszerűsíteni, de mindig betartatni. Így néhány tapasztalatot szeretnék megosztani. Az egyik a többszintű védelmi rendszer kialakítása, tehát mi lehetőséget nyújtunk arra, hogy a pénzintézeteknek megfelelő, az iparvállalatoknak megfelelő, vagy erre a tevékenysége jóval kevésbé koncentráló hosting cloud vállalatok számára megfelelő rendszert alakítsunk ki, viszont itt figyelembe kell venni, a minimum mindenki számára kötelező. És ezért az lenne a kérésem, hogyha ilyen szolgáltatásba gondolkodnak, akkor az ügyfélszolgálati rendszer naprakészen tartására koncentráljanak. A jogosultságokkal kapcsolatban fordult elő az, hogy jön egy kolléga, bemutatja a kártyáját, 10 perc múlva visszajön, és mondja, hogy hát nem tudok bemenni a saját ketrecembe, mi történt. És akkor elkezdünk nyomozni, kiderült, hogy a kolléga egy másik nálunk lévő vállalatnál dolgozott, de a kártyáját még megtartotta, közben egy olyan vállalathoz ment dolgozni, ahol aki szintén az ügyfelünk, majd azzal a régi kártyájával ugye a forgókapon át tudott menni, de természetesen a védelmi rendszerünk miatt már arra a területre, ami az új vállalata már nem. És ilyenkor derülnek ki ezek, úgyhogy én azt javaslom, hogy a mi szolgáltatásunk tekintetében mindenképpen erre koncentráljuk, tehát a jogosultsági rendszer karbantartása. Ugye ez IT szempontból ez egy örök probléma, tehát ezzel a következő vagy a hátralévő eladásokban biztos többet fognak foglalkozni. És hát ezzel kapcsolatos
az adatközpont új kihívása is. Tehát ahogy említettem, az energia adattranszfer megváltozása, tehát hogy ezektől a leláncolt desktopoktól eljutunk a felhőkig, az egész ICT iparágat és a teljes IT biztonságot megváltoztató hatás. És természetesen ehhez még hozzájön a mobil adatkommunikáció egyre terjedő, megállíthatatlan tengye, ami szintén újabb és újabb kihívásokat állít elénk. Úgyhogy az adatközpontunk az úgynevezett Dark Data Centerré válik. Mi nagyon büszkék voltunk ezelőtt még 3 évvel is, hogy mi egy aktív data center vagyunk, folyamatos ügyfélkapcsolatokkal, állandó ügyfélszolgálati rendszerrel. Ez természetesen még ma is áll. Itt igazából azt a trendet szeretném megvilágítani, hogy mi várható. A végfelhasználóktól egyre távolabb kerülünk. Egyre kevésbé látják azt, hogy mi az a fizikai biztonsági háttér, amit igénybe fognak venni, sőt, hogyha az új trendek szerint ilyen mindenféle csúszkákon, nem tudom miken keresztül virtuális data centereket vesznek igénybe, szerintem már senki nem tudja, hogy a világ melyik tájáról kapja a szolgáltatást, és az adott szolgáltató lényegében egy bizalmi alapon fogja az ügyfél eldönteni, hogy mi ez. Itt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy mi máig is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ismerjék meg azt a fizikai hátteret, ahonnan a szolgáltatásokat kapják, és ezért mondom el még egyszer, akit érdekel a teljes energetikai rendszer, cloud kiszolgálásuk, az bátran jelentkezzen a T-System standján az adatközponti túrákra. A mi szempontunkból ennek a hatásnak egy másik eleme, hogy amiről már beszéltem, az energiabiztonság, az energiaellátás és biztonság szerepe, hiszen a végfelhasználó csak annyit tapasztal, hogy nem működik a szolgáltatás. Az egyik kihívás a telekommunikációs iparág számára, hogy ezeket a szolgáltatásokat internet elérés biztosítsa, a másik pedig a miénk az adatközpontoké, hogy a folyamatos energiaellátáson keresztül szintén rendelkezésre álljunk. És akkor itt utalnék vissza arra, hogy hogyan kapcsolódott össze az előadásom a cloud biztonsággal és az adatbázis biztonsággal. Tehát ezek válnak az IT biztonság meghatározó szereplőivé, és végül is egy konvergálódó ICT biztonsági kihívások között az adatközpont szerepe, hogy azt a biztos hátteret nyújtsa, amivel a szolgáltatások mindig rendelkezésre álljanak. Azt hiszem, kicsit hamarabb befejeztem, de köszönöm szépen, várnám a kérdéseket, illetve mindenkit invitálnék, hogy a kérdések helyett kis csoportokban, akár velem személyesen is találkozhatnak a következő 2 napban a túrák alkalmával, és akkor lesz módunk részleteiben is megbeszélni az adatközponti kihívásokat. Köszönöm szépen. Ott van egy kérdés. Igen? Internet szolgáltatás? Természetesen nem volt közte, természetesen sajnos nem volt közte. A 99999 ugye az energetikai biztonságra és a fizikai biztonsági tényezőkre, magára az adatközpontra vonatkozik. A telekommunikációs iparág jelenleg nem képes a 49-esnél nagyobb biztonsági szintre.